Átvilágítást, elszámoltatást ígért a baloldali városvezetés, miután 2019-ben megnyerték az önkormányzati választást Pécsen. Több ügyvéddel el is kezdték a szerintük gyanús ügyek feltárását, majd feljelentéseket is tettek. Azonban a Tolna megyei rendőrfőkapitányság megszüntette a nyomozást ezekben. Erről maga a Városháza adott hírt közleményében. Már az elején megmondták, hogy nagyon gyenge lábakon állnak ezek a gyanúsítások. Valójában koncepciós eljárásokról van szó, mondta az átvilágításokról a városi Fidesz képviselője a pécsi közgyűlés keddi ülésén stábunknak. Itt az lesz ezután a legnagyobb kérdés, hogy az az ügyvédi kör, az a baloldalhoz kötődő ügyvédi kör, aki ezeket az ügyeket menedzselte, és aki ezért súlyos 10 milliókat, egyes híres teljesek szerint 100 milliós tételeket tett zsebre, az ezeket az összegeket vissza fogja fizetni a városnak, hiszen láthatjuk, hogy a munkájuk gyakorlatilag eredménytelen volt, és az ő kifizetésük teljesen felesleges. A polgármesteri közlemény szerint a nyomozás megszüntetése azt jelenti, hogy sem tisztességes, sem megalapozott eljárásokra nem számíthatnak a baloldali városvezetők. Ez pedig alapjaiban kérdőjelezi meg a jogállami rendet szerintük. Láttuk, hogy polgármester úr már a rendőrséget is okolja, és diktatúráról beszél, arról, hogy a NER rendszere gátolja itt a nyomozásoknak a működését. Ott látjuk, hogy ez nem így van, hiszen olyan országos ügyek, amelyek kormányzati szereplőket érintenek és napvilágra kerülnek, akkor miért egy ilyen kis helyi ügybe lenne esetleg bármi is eltussolva. Egyelőre azt várjuk, hogy esetleg polgármester úr a fejéhez kap és jobb belátásra tér. Bocsánatkérésre szólítják fel a pécsi polgármestert az átvilágítások ügyében. Erről közleményt is kiadott a pécsi Fidesz. Ebben azt írják, felszólítják a pécsi polgármestert, hogy nyilvánosan kérjen elnézést a pécsiektől azért, amiért politikai érdekből megpróbálta őket becsapni és megtéveszteni, és el akarta velük hitetni, hogy az előző városvezetés idején bűncselekményeket követtek el. Mint ismerte, a Király utcai Aranyhajó Hotel eladását, az egykori központi menza ingatlan eladását, a pécsi vagyonhasznosító korábbi vezetőjének tevékenységét vették górcső alá a megbízott ügyvédek. Azonban az elindított nyomozást megszüntette a Tolna megyei rendőrfőkapitányság ezekben.